Sok szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit, Izsák Norbert vagyok, a PTF keresztény szemletű coach és vezető képzésének a vezetője. Tudatmódosító sorozatunkban 5-6-7 percben szoktam valamilyen coaching eszközt, módszert vagy tudatformáló szemléletet bemutatni. Ebben a mai részben pedig arról szeretnék beszélni, hogy hogyan kérjünk segítséget vagy szívességet befolyásos emberektől. Ez egy nagyon rövid rész lesz, mert az első és meghatározó válaszom az, hogy sehogy. Tehát, hogyha te szeretnéd azt, hogy neked befolyásos emberek szívességet tegyenek vagy segítsenek, akkor ne kérd tőlük szívességet vagy segítséget eleinte. És fontos itt az eleinte szó. És lehet, hogy néhányak számára ez már túlságosan manipulatívnak tűnik, és akkor elnézést kérek, bocsánat, ne ugorjátok át ezt a részt, ne nézzétek végig. De a hátteret úgy festeném fel a számotokra, hogy befolyásos emberektől általában nagyon sok szívességet és segítséget kérnek. És hogyha te szeretnél érvényesülni a munkahelyeden, szeretnél érvényesülni a mindennapjaidban, a saját szemléletmódodat kell egy picit reszelgetni, formálni. Mert hogyha bekopogtatsz mondjuk a főnöködhöz, felettesedhez, valószínűleg előtted már 99-en bekopogtattak oda, és kértek valamilyen szívességet, mondjuk fizetésemelést, és elmondták azt, hogy ők mennyire keményen dolgoztak, és túlóráztak, és hogy helytálltak így a járvány idején is, és ők bizony megérdemli. És a főnök, vagy a vezető, már feltételezem beleunt ezekbe a beszélgetésekbe, nyilván neki benne van a munkaköri leírásában, tehát tűrnie kell, de te leszel a 100. vagy a 101., aki ugyanezt megteszi. És itt most bármilyen más hatalmas, befolyásos emberről beszélhetnék, ha te azért hívod fel, hogy szívességet kérj, valószínűleg nem te leszel aznap az első. És azt javaslom, hogy a szemléletmódodon alakíts egy kicsit, és amikor bekopogtatsz a főnöködhöz, felhívod a befolyásos ismerősödet, tedd fel neki azt a kérdést, hogy miben tudsz neki segíteni. Hogyan tudnád megkönnyíteni az ő munkáját, és hogyan tudnád tehermentesíteni, mert te azért vagy itt a munkahelyeden, hogy a cégnek az érdekét szolgáld, és hogy megkönnyítsd a főnöködnek az életét. Én még egyetlen egy olyan emberről se hallottam, aki, ha ilyesmit mondott a vezetőjének, az páros lábbal rúgta volna ki. Általában a vezető meghallja azt, hogyha valaki ilyen felajánlással él, és nagy valószínűség szerint két dolog fog történni. Az egyik, lehet, hogy tényleg kapsz plusz munkát, plusz feladatot, a másik, meg fog téged jegyezni, hogy itt van valaki, akire lehet számítani. Akit nem csak hogy terhelni lehet, de akiben meg tudok bízni, mert ő nem szívességeket vár, hanem szívességeket akar tenni nekem és a cégnek. Ugye ez természetesen egyházi kontextusban is működik, ugyanígy, és az élet minden területén, még a családban is. Ha én megkérdezném most a feleségemet, hogy drágám, van-e valami, amiben tudnék segíteni és megkönnyíteni az életedet, ha már ilyen nagyon szép írással, ilyen nagyon klassz feliratokat készítettél nekem, de ettől függetlenül is biztos vagyok benne, hogy találna néhány dolgot, amiben tudnék segíteni. Tehát akkor tedd fel ezt a kérdést, ha komolyan gondolod. És ne azért tedd fel, hogy 2 másodperc múlva előhozakodjál a te szívességeddel, vagy fizetésemelési igényeddel, azt majd néhány hét vagy néhány hónap múlva megteheted, de az a jó hírem, hogy lehet, hogy nem is lesz erre szükség. Mert a vezetőd, a főnököd, férjed, feleséged fel fogja ismerni azt, hogy itt van valaki, aki nélkülözhetetlenné tette magát a cég életében, akire mindig, minden körülmények között lehet számítani. És még hogyha nem is így történne, teszem azt, a vezetőd hiába dolgoztál már ebben az üzemmódban, a szívesség felajánlós üzemmódban 1/2 éven keresztül, és még mindig nem történt előrelépése a fizetés korrekciója terén mondjuk. Ha úgy döntesz, hogy téged nem becsülnek itt meg, és odébb állsz, biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb eséllyel találsz jó munkahelyet 2 dolog miatt, mert nagyon jó referenciáid lesznek, és nagyon jó lelkületed lesz. És lesznek olyan emberek, akik ezt meg fogják becsülni. A házasság tekintetében ezt nem javaslom, hogy akkor keres valaki mást, aki jobban megbecsül. Esetleg tedd fel még néhányszor azt a kérdést, hogy még miben lehetek a segítségedre, hogyan csökkenthetem a terheidet, mi esne neked most jól,
nagyon veszélyes kérdés a házasságban, mert erre azt hiszem, hogy nagyon gyakran van a házastársnak rögtön valamilyen jó válasza, de azt javaslom, hogy sajátítsd el ezt a szemléletet, és a jövő héten is kísérletezz azzal, hogy minél több embertől, hozzád közelállóktól, munkahelyen, magánéletben, tedd fel azt a kérdést, ne azt a kérdést, hogy ne azt mondd, hogy mit kérek, vagy mit szeretnék, mi esne jól nekem, hanem kérdezd meg tőlük, hogy mit tehetnék érted, mi az, amivel csökkenthetem a terheidet, mi az, ami most neked jól esne. Nagyon sok bátor kísérletezést kívánok nektek!